Múlt héten Zánkár rendezett diák olimpiát a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidős Szövetsége. Az eseményen több mint 800 fogyatékos diák vett részt Kislenke Mentor, korábbi válogatott kosárlabdázó, valamint Szabó László elnök a vendégeim. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt, És mint mentortárs, nagy örömmel köszöntelek benneteket, ezt hadd mondjam el büszkén. Hogy sikerült ez most, Laci, ez a rendezvény? Mert sajnos egy olyan típusú eseményről van szó, amit azért az időjárás, valljuk meg, befolyásol. Hát igen, igen. Ha nem esett volna, minden rendben lett volna. Sajnos és teljesen szétáztatott bennünket az eső. A megnyitó a szerda este volt, és annyira rossz idő volt éppen akkor, egy vihar jött, hogy nem is engedték a helyi szervezők, hogy szabad téren tartsuk meg a megnyitót, mert villámlott, dörgött minden volt, úgyhogy már a megnyitót is be kellett vinni a sportcsarnokba, és aztán csütörtökön, pénteken tényleg bőrigázott mindenki. O, Istenem, de, kell... de hát ez van, tehát ez igen. ezzel sajnos nem lehet mit kezdeni, de ettől eltekintve az összes versenyszámot le tudtuk bonyolítani, csütörtök reggel attól féltünk, hogy nem is fogjuk tudni lebonyolítani, annyira pocsék volt az idő de hála Istennek minden végigment, az összes atlétika, az a foci, a zsinórlabda, mondjuk ez egy egyszerű volt, hiszen az a csarnokban zajlott, de meg volt minden. Uh -huh. Enkel el, neked volt módod most körbenézni ott ezen az eseményen? Uh -huh. Sajnos nem, mert még nekünk nem fejeződött be a bajnokságunk, és gőzerűvel készülünk az évzárónkra úgyhogy sajnos olvastam a híreket róla és szurkoltam, és nagyon-nagyon szerettem volna lemenni, de Remélem, hogy a következő. Hát Már most aktív, aktív részese vagy te is ennek a munkának, ugye ezekkel a gyermekekkel. Mit tapasztaltál egyébként, hiszen nem egy ízben volt módod neked is arra, hogy kicsit elvegyülj a környezetükbe? Én nagyon-nagyon meg, nagy megtiszteltésnek érzem, és köszönöm Lászlónak, hogy ezt a munkát, ezt a tisztséget elvállalhattam. Azt hiszem, hogy ez életemnek az egyik legszebb munkája segíteni olyanokon, akik, akik rászorulnak. Én arra törekszem, és ezen dolgozunk, hogy a kosarasok, ha vannak kosarasok, jöjjenek hozzánk, csatlakozanak be hozzánk, legyenek együtt a mi játékosainkkal. Erre lesz mód is lehetőség, mert havonta vannak ilyen versenyünk, ahol mi szeretnénk ezeket a gyerekeket meghívni. Gondolom ennek a legfontosabb célja az, hogy, hogy elfogadják egymást a gyerekek, és hogyha én azt gondolom, hogy ez kiskorban megtörténik, akkor ez felnőtt korban nem lehet mert probléma. Az szóval, ott Ugye érdemes azért a néző kedveért, ezt az öt ö, sérülés specifikum csoportot ö említenünk, ugye a tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott, a mozgássérült, a látássérült és a hallássérült gyerekek azok, akik részt vehetnek, és én magam egyébként meglepődtem azon az egészen elképesztő számon, azon a több ezresen, ahonnan gyakorlatilag ugye ez az egész országos selejtezés elindul, mire el tudnak a gyerekek ide jutni. Így van, szépig. ez ugyanolyan diákolimpiai rendszerben működik, mint ahogy az épek, épp diákok körében ez zajlik. Tehát városi versenyek, megyei döntők, és aztán a megyei döntőknek a győztesei jutnak el az országos döntőre, zánkára. Az országos diák olimpiai és bajnok. Ezért országos az országos diák valinta. olimpiai bajnok. Így van a Diák Sport Szövetsége egy nagyon normális együttműködésünk van, és ebben az együttműködésben mi megkaptuk a lehetőséget arra, hogy diák olimpiát szervezünk, és diák olimpiai bajnokaink, diák olimpikonjaink vannak ugye ez egy diák amatőr sportoló számára a csúcs. Abszolút. Egy diákolimpiai bajnokság az a legtöbb, amit egy amatőr diákolimpiai sportoló el tud érni. És köszönöm, hogy szóba hoztad, hogy mind az öt sérülési specifikum idén ott volt. Ez idén volt először, uh -huh. így egyébként. Eddig még nem tudtuk őket összehozni. Nekem az a célom, hogy ez minden évben egyre bővüljön, egyre táguljon. Már most nyilván nem a specifikumokra gondolok, hanem a létszámra gondolok. Szerintem mi fontos dolog az, hogy a fogy, különböző fogyatékosságokkal bíró diákok egymást is lássák. Hallásérül uh -huh. Hallássérült találkozzon, a látássérültel, ezek is, ezek is erősítik a kohéziót és erősítik a közösségi érzést. Ugye hát azért az alapvető elv, amikor mi is bekapcsoltuk ebbe a mentori munkába, hogy, hogy, a, hogy a, sport az egy olyan örömforrás, ami független, független mindenféle vele problémától. Ez, ez egy ilyen eseményen, ahol azért a, az a örö, örömön túl persze cél is van, mert hát itt azért mindenki diák olimpiai bajnok akar lenni. Ez, ez mennyire jön ki? Hogy tapasztalod? Hát nézd, én, én, két dolgot szoktam ezzel kapcsolatosan gondolni és mondani. Az egyik az, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére a sport az nem egy, nem pusztán csak egy fizikai élmény, az egy szellemi élmény is, és egy szellemi kihívás. Sőt. Tehát megfelelni Mi Nem is addal... magunkra, é, ragad, é, é. Tehát, Bocsánat. De nem bántásból mondtam, most pontosan é, értitek. Tehát, hogy, hogy ez, hogy, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ezek a diákok, gyerekek azt érezzék, hogy és a és szellemileg is megéljék, hogy rájuk számítunk. Nekünk, fon nekik, uh -huh. nekünk fontos az, hogy ők milyen eredményt érnek el. Másfél persze, másföl, amit szintén szerintem fontos végig gondolni, vagy így megélni azt a dolgot, hogy ezek az események, ezek közösségi élmények. Tehát persze fontos, hogy kinek lóga vagy nyakában a végén az aranyérem, meg, meg ki az, aki kiesett már a selejtezőben, és akkor te vesztes vagy én meggyőztes vagyok, de az is fontos, hogy együtt vagyunk, hogy ezt uh -huh. közösen éljük meg, hogy szurkolunk egymásnak, szurkolunk egymás ellen. Ezek, én fontos hogy éljük meg a győzelmet, hogy éljük meg a vereséget. Ezek a közösségi élmények, ezek nagyon sokat tesznek ahhoz hozzá, hogy ők aztán milyen felnőttek okay. lesznek. Bocsánat, a lacihoz kapcsolódva én ugye nekem van egy kosállapdaiskolám, és tehetségek gondozásával is foglalkozunk, de amikor megkérdezik tőlem, hogy mi igazán a célja, akkor én mindig azt mondom, hogy én azt gondolom, ha mi azt adjuk a gyerekeknek, amit a sport kínál, és csak a sport kínál, hogy fegyelmet szoknak, hogy rendszerbe szoknak, hogy megtanulnak örülni együtt, megtanulnak bánatot közösen feldolgozni, közösséghez tartoznak, ez ugyanez vonatkozik ezekre a gyerekekre, és én azt gondolom, hogy ennél az nemesebb célt nem lehet kitalálni. Abszolút így van, abszolút így van. és gondolom, hogy, hogy amikor valaki egy, 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 ilyen jellegű sport feladatban benne van, akkor meg tud feledkezni adott esetben a, a személyes problémáiról, nem? Tehát akkor, akkor annyira más szabályok írják felül esetleg a, 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 pillanatnyi egyéb nehézségeket, nem? Igen, és nem? ugye ezek a dolgok, ezek egy életre szólnak. Tehát ez, ez felnőtt korában ilyenekből táplálkozhat minden ember. Uh -huh. Mi a tapasztalata? A szülőknél hogyan csapódik le mondjuk ennek az egész eseménysorozatnak a végkimenetele? Hát mi, mi szülőkkel olyan nagyon nem vagyunk kapcsolatban, mi inkább testnevelő tanárokat, uh -huh. pedagógusokat ö, ö, látjuk, illetve vegyük velük vagyunk kapcsolatban, nem akarom megkerülni a kérdést. A, ugye ez most ö, Zánkán három sportágnak volt a Diákolimpiai Döntője, de nekünk 12 sportágban van országos döntőnk. Az úszó a döntőnk az idén Debrecenben volt, és idén először voltak olyan úszóink, olyan fogyaték, diáksportolóink, diák sportolóink, akiket nem a testnevelő tanáruk vagy az iskolájuk, hanem a szülőjük nevezett be erre a versenyre. Tehát Én egy érdezi. picit megy a hírünk már uh -huh. abba az irányba is, hogy azokban az iskolákba is eljutunk, ahol feltétlenül a maga a pedagógus az nem Különösebben nyitott erre a dologra. Van ilyen uh -huh. is, ne tagadjuk, de a szülőkön keresztül elérünk hozzájuk. Tehát én nagyon örülök annak, és, és ezek a szülők persze eljöttek a hát versenyre. Uh -huh. És ott volt módom néhányal néhányal beszélgetni, és, és és tényleg azt látom, hogy a szülők számára is az, hogy a gyerekük részt vesz a versenyen, Tök mindegy, hogy nyer vagy nem nyer. Az uh -huh. egy akkora élmény, hogy ő ott van, megméri, magát, igen, hogy, van, hogy mire van, képes lehet, hogy, lehet, hogy veszít, lehet, hogy tök utolsó lesz, tök mindegy. De, de beugrott a medencébe, végigcsinálta, kimászott, örül, boldog, fáradt. Ez, egy, ez egy, óriási hát Van, van egy lehetőség, hát. valaki teremtette lehetőséget arra, hogy az ő gyereke is akármilyen problémával is küzd, de végül is egy, egy versenyhelyzetben méretessék meg. Úgyhogy én nagyon is. inspirálom is a szülőket, akár most itt a ti kameráitokon, vagy tévéműsorotokon te, keresztül is, hogy találjanak meg bennünket. Mindig meg fogjuk találni a módját annak, hogy ne csak az iskolán keresztül, hanem akár magánúton jelentkező gyerekek is részt vehessenek a versenyben. Egyébként minden. nagyjából az a, az a, szám tudható, hogy hány, hány ilyen jellegű sérül gyereket eh, érint ma egyetem Magyarországon? Igen, ez elég az... pontosan tudható. 80 ezer fölött van a köznevelésben azon diákoknak a száma, akik valamilyen módon sérültek. Uh -huh fogyatékkal élnek, őnek a jelentős részük közel 90%-uk integráltan tanul, tehát együtt tanul az évekkel, mert a sérültség az nem olyan fokú, hogy speciális képzést igényelnek, 10%-uk, 9-10%-uk az, akinek a sérültség olyan komos, komoly, hogy az csak speciális oktatási intézményben lehet ellátni, tehát nagyjából ennyien vannak, és mi olyan 8000-et tudunk megmozgatni egy évben, tehát a 10%-uk mozognálunk. Hát reméljük, hogy ez a százalék ez nőni fog. Akár, akár a mostani beszélgetésünk vagyunk. nyomán is eljut, esetleg a híra annak, hogy van lehetőség csatlakozni ez a, ez a nagyszerű kis csapathoz. És hát megint kiderül, hogy azért ez a legcsodálatosabb, leguniverzálisabb a sport, amiben mindenki részt vehet. Köszönöm szépen, hogy eljöttek Mi köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.